a nagyrészt meleg nyár a termálfürdő látogatottságán is meglátszott, habár például az augusztusi hétvégék időjárása nem volt kedvező. Az év első 8 hónapjának látogatottsági adatai minden esetre elégedettségre adnak okot. Annak ellenére is, hogy a járványügyi korlátozások miatt csak január végén sikerült kinyitni a létesítményt. Sikerült megközelíteni a 2019-es számokat a nyári időszakban, és mivel a 2019-es év az eddigi legjobb, ezért ez egy nagyon jó eredménynek mondható. Kijelenthető, hogy a vendégek száma meghaladta a 320 ezeret, ami gyakorlatilag még kevesebb, hogyha az első 8 hónapot vizsgáljuk a 2019-hez képest, de jóval több, mint a tavaly és a tavaly előtti egész éves látogatottság. A Szlovákiai Akvaparkok és Fürdők Szövetsége foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a rezsiköltségek emelkedése milyen hatással lesz a létesítmények működésére. A probléma nagy, hiszen például még a Dunaszerdahelyi termálfürdő 2019-ben megavattonként 33 euróért vásárolta a villanyáramot. Ma ez az ár már 600 és 1200 euró között mozog. Itt mindenképpen egy kormányzati közbejárás és közbelépés kell abban, hogy valahogy stabilizáljuk a villany áramnak az árát egy még megtartható szinten. A másik az, amit mi már évek óta szorgalmazunk, hogy az idegenforgalmi szolgáltatásokra meghatározott áfa mértékét csökkentsük le, hiszen ezáltal több pénzt tudna maradni az üzemeltetőknél, amiből tudnák fedezni ezeket a keletkező többletköltségeket. Minden más megoldás az afelé vezet, hogy vagy egy komoly áremelésre van szükség, amit nem biztos, hogy a vendégek ki tudnak fizetni, vagy pedig kényszerbezárásra azért, hogy takarékoskodjunk. Egy másik úszásra használt létesítményt, a Szent István téri közös igazgatású iskola úszodáját is jelentősen érinti majd az energiaárak emelkedése. Az úszodát várhatóan október 15-én nyitják meg. Arról, hogy idén hogyan fog tudni működni, a megyei fenntartású oktatási intézmény későbbre ígért tájékoztatást.